2000-ben a G8 kitűzött egy célt, miszerint 2010-re a felére kell csökkenteni azon emberek számát, akik kevesebb, mint $1 élnek naponta. A humanitárius vám fedezi ezt az összeget? Számításaink szerint a vám körülbelül 200 és 400 milliárd dollárra fog rúgni évente. Miniszterelnök úr, támogatni fogja az idei csúcs találkozó másik tárgyát. Minden tiszteletem az amerikai biztonsági javaslatért, de én tartózkodom. Biztos benne, hogy ez elengedhetetlen a nemzet biztonságáért? Teljes mértékben. Enélkül nem nyerhetjük meg a terror elleni háborút. Susanna, a klinikai tesztek ritkán folynak úgy, ahogyan szeretnénk. Ezt nem tudjuk eltusolni, ez egy élő vakcina. Tudom. Egészséges emberekben nem okoz problémát, de legyengült immunrendszerben a vírus addig szaporodik, amíg teljesen ki nem alakul a betegség. Mind megvan, kivéve a lupuszos fiút. Kifutunk az időből. Néhány órán belül fertőzni fog. Paco! 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 Maga ragaszkodott az emberi teszteléshez. A fehérház nem keveredhet bele. Hozza helyre! Eddig már 3 emberrel beszéltem közben, meghal a fiam, minden tiszta vér. 5 másik ember is volt, de őket megölték. Szerintem nála van egy fiola vér. Ha csak a gyanúja is felmerül, hogy egy dél-amerikai gerilla csoport hozzájutott a himlőhöz, azonnal riadóztatnak. Uram, kérem! Torontóba tartok. Majd én érted megyek. Le kell zárni a határt. Ó, igen, ezt kell tenni. Meg kell mondani a kanadaiaknak, hogy mi van nála. Ő a tökéletes példája, miért kell támogatni a fenyegetettség értékelőt. Valaki egy elhunyt nő útlevelét használja. Egy órája lépte át a határt. Winstonnál. Úgy sem jön ide. A vakcinája megölte a fiát, Michael. Várom, hogy elmond végre, mi folyik itt. Semmi sem. Minél kevesebbet tudsz, annál jobb. Ki vagy te? Paco meghalt. Nagyobb gond van. Nem, a fiam volt! A kisfiam! A főnököm ötlete volt. A fia halál az ő lelkén szárad. Michael Mershon tette. Na, kezdődhet a buli. A járvány itt tőled, felhívott engem. Emlékszik? A fiam 2 nap alatt halt meg. 2 nap alatt? Csak? Akkor is kitart, ha azt mondom, hogy az ügy a legfelsőbb szintre vezet. Tudós vagyok. Oda megyek, ahová a nyomok vezetnek. Van egy vérmintám. Nem plongálhat azzal a szarral, az egy 4-es szintű vírus, az isteni! Keresi még a barátnőjét? Hol van? Maria Puerto. Mit mondtál? Nem vagyok messze, mindjárt ott vagyok. Mi? Kezd kizárt! Épp az elnökkel beszél. Könyörgök neked, Charlie. Nyissák ki a kaput, Miss Adderleynek! Jó vagy? Igen. Mi történt a kezeddel? Csak megvágtam magam. A csúcs találkozó. Második rész. Erőszakba csapott át ma este, amikor a Black Bloc nevű anarchista szervezet tagjai áttörték a kordonokat, melyek az úgynevezett szabad szólás zónába zárták őket, és rátámadtak a rendőrökre. A rendőrségnél egyesek Adderley miniszterelnököt hibáztatják, amiért felkészületlenül érte őket a támadás, hiszen azt az utasítást kapták, hogy bánjanak kesztyűs kézzel a tüntetőkkel. Ez egyértelműen egy előre kitervelt és szervezett támadás volt a rendőrség ellen. Hogy a kirakat zúzás hogy növeli az életminőséget a fejlődő országokban, azt fel nem foghatom. Ez nem csupán kirakat, hanem a kizsákmányolás szimbóluma. Azok helyett törik be, akik nem tehetik. Ezt jól megindokolta, gratulálok. Felteszem, ön terroristának hívja őket. Miért? Mi mások volnának? A gyermekeink. Minden esetre jóval szervezettebbek, mint mi. Pontosan ezért van szükségünk a fenyegetettség értékelő tanácsra. Vegyék le napirendjükről a sokat vitatott amerikai fenyegetettség értékelő tanács felállításának tervét. Ha elfogadják az ITEC-ként ismert tervezetet,
az erősíteni a világbiztonságot és segíteni a terrorizmus elleni harcot, ám jelentősen csorbítaná a személyes szabadsághoz való jogokat. A rendőrség szerint az erőszak hullámot az alternatív csúcs találkozó egyik rendezvénye, egészen pontosan Ederli miniszterelnök lányának, Rildi Ederlinek a dokumentumfilm vetítése indította el. Eléggé kikészült. De mi történhetett? Hát végignéztem a letartóztatottak névsorát, és ezt találtam. Szerinted mégis mennyi idő alatt szivárogtatja ki egy szemfüles zsaru a sajtónak, hogy Dzsáli haverod egy általam aláírt miniszteri vízummal tartózkodik itt? Megesküdött nekem, hogy nem vesz részt semmilyen tüntetésen. A szemembe mondta. Nem is. Akkor mégis, hogy az ördögbe csukták le? Kérdezd a zsarut, aki megverte. Hová mész? Félreértés volt. Léoni. Bántottak a rendőrök? Nem. Drága.